Üdvözöllek benneteket, kedves gyerekek! Már ismertek, másodikos óránk lesz matematika. Mégpedig az osztandó, az osztó és a hányadossal fogunk foglalkozni a mai órán. Előtte ismételjük át, melyik matematikai műveleteket tanultuk eddig. Először is az összeadást tanultuk, utána a kivonást, eddig a szorzásról tanultunk, és most a héten elkezdtük az osztást is. Tehát 4 matematikai műveletet tudunk már. Ismételjük át, hogy milyen fogalmakat tanultunk az összeadásnál. Egy nagyon egyszerű kis példát hoztam nektek. 15 plusz 23 az egyenlő 38. Emlékezzetek vissza, hogyan hívtuk a 15-öt? Igen, ez az első összeadandó. És a 23? A 23 a második összeadandó. És a 38? Hogyan hívtuk a 38-at? Összeg. Nagyon ügyesek vagytok. De nem csak a 38-at hívjuk összegnek, hanem a 15 plusz 23, az is összeg. Ezt még elsőbe tanultuk. Remélem, mindenki emlékszik még rá. Nézzük a kivonásnál. Ide is egy egyszerű példát hoztam nektek. 89 mínusz 12 az egyenlő 77. Nézzük, a 89, hogyan neveztük a 89-et? Kisebbítendő, azért, mert ezt a számot kisebbítettük. A 12 a kivonandó, azért, mert a 12 számot vonjuk ki a 89-ből. És a 77 a különbség. Nagyon ügyesek voltatok. A 89 mínusz 12-t is hogy hívjuk? Különbség. Ügyesek voltatok. Nézzük a szorzásnál. 4 szer 5 egyenlő 20. Itt egy picit néha összeszoktatok keveredni, de most vigyázzatok. A 4-es az első tényező. Az 5-ös a második tényező. És a 20-as? A 20-as a szorzat. És a 4x 5-öt is szorzatnak nevezzük. Nagyon ügyesek voltatok. És ugyanúgy, ahogy az összeadásnak, a kivonásnak, és a szorzásnak és a minden tényezőjének megvan a saját neve, az osztással sincs ez másként. Nézzük. 6 osztva 2-vel egyenlő 3. A 6-os számot úgy hívjuk, hogy osztandó. Azért, mert ezt a számot osztjuk el. A 2-es az osztó, mivel ezzel a számmal osztunk. A 3-as pedig a hányados. És a 6 osztva 2-vel azt is hányadosnak nevezzük. Most pedig ezt fogjuk gyakorolni, hogy minél jobban megegyezzétek ezeket a kifejezéseket. Osztandó, osztó, hányados. A képen is láthatjátok, hogy a fiúk üveggolyókat osztottak szét. 10 üveggolyó volt, 5 barát osztotta szét egymás között. Mindenkinek 2 jutott.
Ezt a múlt órán már tanultuk, hogy úgy írjuk föl, hogy 10 osztva 5-tel az egyenlő 2. És nézzük csak, a 10 az osztandó, mert ezt a számot osztjuk, vagyis a 10-et osztjuk. Az 5 az osztó, mert ezzel a számmal osztunk. Az eredmény, amit kapunk, a 2, annak a neve hányados. Remélem, sikerült megjegyezni. Nézzük. 12 osztva 3-mal az egyenlő 4. A 12 számnak mi lesz a neve? A 12-es szám az osztandó. Ügyesek voltatok. Nézzük a 3-as számot. A 3-as számnak a neve osztó. Ügyesek voltatok. És a 4-es szám? A 4-es szám a hányados. Ügyesek voltatok. És a 12 osztva 3-at is hogyan hívjuk? Hányadosnak hívjuk. Nagyon ügyesek voltatok. Nézzük, a képek alapján le kell írnunk, melyik szám az osztó, az osztandó, majd és a hányados. Az első feladatnál ceruzákat osztottunk szét, mégpedig hány ceruzát? 8-at. Hány részre osztottuk? 2 részre osztottuk. 8 osztva 2-vel az 4. Ugye? 4 ceruza került a kis körökbe. A 8-as szám az osztandó. Nézzük a 2-es szám. A 2-es szám az, hogy hívjuk? Osztó. Ügyesek voltatok. És a 4-es szám? A 4-es szám a hányados. Nagyon jó. Következő képen szintén 8 ceruzánk van, csak most hány felé osztottuk? Nézzétek csak meg, hány felé osztottuk? 4 felé osztottuk, és 2-2 ceruzát kaptunk. Tehát úgy írtuk fel a feladatot, hogy 8 osztva 4-gyel, mert ugye 4 kis részre osztottuk, az 2. Nézzük, melyik szám lesz az osztandó? Melyik szám az osztandó? A 8-as szám az osztandó. Ügyesek vagytok. Melyik szám lesz az osztó? A 4-es szám az osztó. Nagyon ügyesek vagytok. És a hányados? A 2-es szám. Ügyesen megoldottátok a feladatot. Következő, a 15 osztva 3-mal az 5. Ebben az esetben is meg kell, hogy határozzuk, hogy a 15-ös szám, hogy hívjuk a 15-ös számot? Igen, a 15-ös szám az osztandó. Nézzük a 3-as szám. A 3-as számnak a neve, gondolkozzatok, az osztó. Ügyesek voltatok.
És nézzük az ötös szám. Hogyan hívtuk az ötös számot? Az ötös szám a hányados. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Na most figyeljetek. A 30 osztva 5 egyenlő 6 egyenlőségben melyik szám lesz az osztandó? A 30 osztva 5 egyenlő 6. Az osztandó a 30-as szám. Nagyon ügyesek vagytok. Melyik szám lesz az osztó? Az 5-ös vagy a 6-os? Hát persze, hogy az 5-ös szám lesz az osztó. És a hányados? Az pedig a 6-os. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Következő feladatunkban osztást láttok. 10 osztva 2-vel egyenlő 5. Írjuk be a nevüket. Az első részében a feladatnak 10 osztva 2-vel egyenlő 5. Nézzük, a 10-es szám, hogyan hívjuk a 10-es számot? Igen, ő az osztandó. A 2-es szám az osztó. És az 5-ös? Az 5-ös szám a hányados. Mit gondoltok? A 10 osztva 5 egyenlő 2 feladatban melyik szám az osztandó? A 10-es. Ügyesek vagytok. És ebben az esetben az 5-ös hányados? Nem. Nagyon ügyesen megmondtátok. Az 5-ös az osztó. És a 2-es? A 2-es pedig a hányados. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Pótoljuk ki a mondatokat. Azt a számot, amelyet osztunk, hogyan nevezzük? Ma már többször elmondtuk, emlékezz csak vissza. Azt a számot, amelyet osztunk, osztandónak nevezzük. Azt a számot, amellyel osztunk, hogy hívjuk azt a számot? Ez a szám az osztó. Ügyesek voltatok. És az osztás eredményét hogyan hívjuk? Az osztás eredményét hányadosnak hívjuk. Ugye? Az osztásról tanultunk tegnap is, ma is. Ismételjük csak át. Mi az osztás jele? A kettős pont. És a tagjai? Az osztandó, az osztó és a hányados. Nagyon ügyesen dolgoztatok. Remélem, megtanultátok a mai anyagot. Köszönöm a figyelmet!